Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adásában eláruljuk többek között azt is, hogy hová költözött a Labor Café. Ehhez azonban velünk kell tartaniuk az adás végéig. Unatkozni persze addig sem fognak, az asztalon rögtön csodaszép ásványok, velem szemben pedig Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója, és Krisztián István, a Kostyál Endre ásványgyűjtőkör vezetője. Hát már voltatok így kettesben ugye ennek az eseménynek a kapcsán, ez pedig most a, ha jól látom, 34. nemzetközi ásványbörze, legalábbis ugye eddig ezen a néven futott. Van-e változás az idei évben, Szilárd? Szervusz, köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, nagyon jól mondtad a fölvezetőben, hogy 34. nemzetközi ásványbörze, tehát ez hatalmas hagyományokkal bír ez a börze. Nagyon sok helyszínen megfordult, mióta a kulturális központot felújítottuk, felújította a város, Agóra lett azóta úgy gondolom egy méltó helyszín. Viszont pont ebben az évben sajnos ennek a helyzetnek a folyamodványaként most nem nemzetközi, hanem csak ásványbörze, ugyanis ugye a veszélyhelyzet, a fertőzés veszély miatt ezúton eltekintettünk a külföldi bőrzések meghívásától. Nem is de biztos, hogy át tudtak volna már ugye valószínűleg jönni. Nem is tudtak volna átjönni, de már előre úgy szerveztük, hogy Magyarországról a magyar bőrzések jöjjenek, őket várjuk. Ezzel is úgymond egy picit biztonságosabbá téve a rendezvényt, és természetesen odafigyelünk, most fogjuk kérni a kedves látogatókat, hogy csak maszkba jöjjenek el a rendezvényre, lesznek kitéve természetesen kézfertőtlenítők, oda fogunk figyelni a takarításra, fertőtlenítésre, illetve tágasabb helyet kívánunk hagyni a bőrze asztalok között, pont azért, hogy a távolságtartás és a maszkviselés mellett lehetőleg senki ne kockáztasson, de természetesen ezeknek a védelmi jellegű intézkedéseknek a meghozatala mellett nagyon nagy szeretettel várjuk a városiakat és az egész megyéből az ide látogatókat, hiszen egyébként ez egy nagyon rangos rendezvény, benne van a bőrzenaptárban, tehát aki figyelemmel kíséri ezeket a bőrzevásárokat, tudja, hogy szeptember első hétvégéje Nyíregyháza, Váci Mihály Kulturális Központ, úgyhogy én bízom benne, hogy most is sokan ellátogatnak, felelősség teljesen látogatnak el, és ahogy mondtad, említetted, gyönyörű ásványok közül fognak tudni válogatni. 5-én szombaton 10-től 18 óráig vagyunk nyitva, 6-án vasárnap pedig 9-től 16 óráig várunk minden kedves látogatót. Hát István, ugye itt hoztál néhányat abból a rengetegből, ami ugye otthon szépen bedobozolva várja azt, hogy mondjuk egy-egy ilyen fantasztikus alkalommal megmutatkozzon a nagy közönségnek. Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy érdemes mondjuk akár egy gumikesztyűt is fölvenni, akinek van otthon, mert hogyha ugye megfogják az ásványokat ezzel is, akár biztonságban érezhetik magukat. Egyáltalán lesz-e lehetőség mondjuk hozzányúlni, megtapogatni, vagy itt azért inkább csak szemezgetni kell velük? Hát általában azért, akik ásványokat vásárolnak, nem csak a tetejét nézik meg, hanem fölveszik, körbenézik, megforgatják, hogy éppen annak az ásványnak melyik a legszebb oldala, a legszebb, legjobb kiállása, tehát azért nem... Nem csak a tetejét nézik meg. Aha. Tehát ha valaki fölvesz egy példányt, általában szeret a hátulját megnézni, az vágott-e, eredeti-e, nincs rajta valami törés, sérülés, tehát azért körbenézik az ásvány példányokat. Mondjuk ez olyan, mint egy kis manóvár, nekem ez volt az első asszociációm. Ugye lehet, hogy valaki annyira beleszeret, hogy, és nincs neki otthon egy se, de mondjuk elképzeli, hogy ez a nappaliának az egyik polcán hogy mutat, és akkor ahhoz valóban kézbe kell venni, és meg kell egy picit közelről gusztálni ezeket a dolgokat, és persze gondolom, hogy rengeteg olyan gyűjtő van, aki itt csereberélni fog majd. Hát a cserebere az régen sokkal nagyobb mértékű volt, most is lehet cserélni, tehát ha éppen valakinek van otthon egy ásványa, amiről azt gondolja, hogy hát az már nem kell neki, vagy éppen több példánya van belőle, és elhozza a bőrzére, akkor akár cserére is van lehetőség. Most már általában az ásványbőrzéken, most így mondom, hogy ásványból van a natúr ásványból van a legkevesebb, nem feldolgozott, nem csiszolt.
Most már a bőzének a legalább a fele, kétharmad része azért a ékszerekről, medálokról, karkötőkről szól. De hát ezek is valószínűleg csiszolva azok vannak, csiszoltak, de igen, de ez még az elsős világban belefér. Tehát a hátokat, karcadonokat, opálokat, jáspisokat azért ketté kell vágni, meg kell csiszolni, mert kívülről, ha megnézed a hátoldalát, egy nagyon jellegtelen, nagyon semmi. Tehát és amíg nincs és ez elvágva, mi egyébként? Milyen ásvány? Az egy ahát változat, egy picit zöldes a színe, ezért moha ahátnak nevezik, ez a Mátrából van, Gyöngyös Táliánból. Ennek milyen gyógyhatása van amúgy? A bőzén biztos lesz egy ember, aki meg tudja mondani. Tehát én, mint ásványjal foglalkozom, most nem mondom azt, hogy van ilyen, vagy nincs ilyen, ez nagyban hit kérdése is, de biztos lesz olyan kiállító, aki pontosan meg tudja mondani, hogy melyik ásványnak milyen úgymond vélt gyógyhatása van. Ó, pedig azt hittem, hogy te vagy a vajákos ember, nem. És most itt elmondod, hogy ennek az ásványnak a pár perces kézben tartásával például az allergiám javarészt csökkenni fog. Én egyébként hiszek ebben, és nagyon sokan hisznek ebben, azért is viselik ezeket az ásványgyöngyékszereket, gondolom, hogy millióféle lesz a bőrzén. Hát, ha az ember megnézi egy szép ásványpillanat, akkor javítja a közérzetét. Tehát ez garantálható, de a többi az már hit kérdése. Nos, hát akkor én mindenkit arra buzdítok, hogy ha most itt fölcsigáztuk a kedves közönséget, akkor vegye a nyakába a várost szombaton, és akár délelőtt, akár délután mindenképpen nézze meg ezeket a gyönyörű ásványokat, és kérdezgessen természetesen, hiszen az ilyen gyűjtők, mint amilyen te is vagy, mindent tudnak ezekről a csodálatos kapcsolatokat. Hát az túlzás, hogy minden, de ha éppen valaki jön a bőzén, megtalálja a Koch Sándor ásványgyűjtőkön az asztalát, ha van valamilyen ásványa, nem tudja, hogy mi a neve, akkor nyugodtan hozza el. Megmondjuk, meghatározzuk neki, segítünk ásványgyűjtésben is, tehát kezdők is jöhetnek, mindenkit várunk szeretettel. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a meghívást. Kedves nézők, ásványok nincsenek a József András Múzeum legújabb kiállításában, sok más különlegesség azonban igen, ez következik most. Nemrég ünnepelte a 150. évfordulóját a József András Múzeum, ennek tiszteletére egy nagyszabású kiállítás nyílt most itt. Milyen tárgyakat vagy festményeket láthat itt a közönség? Hát igen, két éve volt 150 éves a József András Múzeum. Ennek apropóján kiadtunk egy gyönyörű szép kötetet, aminek az a címe, hogy Bőségszaru. Ott a 150 legszebb műtárgyunkat jelentettük meg, és most már nem csak kötet formájában, hanem a maga valóságában is meg lehet nézni ezeket a gyönyörű szép műtárgyakat, ugyanis tegnap nyílt ez a tárlatunk, és a kötet apropóján mutatjuk be ezeket a gyönyörű szép tárgyakat, úgyhogy mindenkit várunk, hogy nézzék meg. Egy exkluzív jegyet is rendelkezésre bocsátunk a látogatóknak, ami azt jelenti, hogy amíg ezt a tárlatot meg lehet nézni, és előre láthatóan december 31-ig meg lehet látogatni, addig az exkluzív jegy segítségével hozzáférhetnek a Bőségszaru című kötethez is. Tehát 3000 forint a jegy ára, de hát maga a kötet nagyon impozáns és sokkal többet ér, de így a látogatók rendelkezésére tudjuk bocsátani. 150 év és 150 tárgy. Milyen tárgyak ezek, és honnan, mennyi idő alatt szerezte be ezt a múzeum? Ezek a tárgyak mind a saját tárgyaink. A József András Múzeum tulajdonképpen az eltelt 150 év alatt gyűjtötte be ezeket. Régészeti ásatások, hagyatékokból, adásvétel formájában, tehát számtalan formája van ennek, hogy kerültek a múzeumba. De arra törekedtünk, hogy a néprajzi gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény, művészettörténeti gyűjteményből azokat a gyönyörű szép tárgyakat válogassuk ki, amik tulajdonképpen évszázadok alatt ide bekerültek, és mi a legszebbeknek tartjuk őket. Ezek nagyon impozáns tárgyak, és ennek a kiállításnak van egy másik apropója is, hogy ahol most állunk, és ki vannak állítva ezek a műtárgyak, ez még a tavasz folyamán műtárgyraktár volt. Mégpedig körülbelül 10 000 régészeti dobozt telepítettünk ki ebből a helyiségből, és a Fokos utcai új raktárhelyiségünkbe vittük azért,
hogy új kiállítóteret biztosítsunk a nagyszabású kiállításoknak. Ez több mint 200 négyzetméter ennek az alapterülete, ennek a kiállítótérnek, és hát ide tervezünk nagyszabású kiállításokat. Azért 150 év alatt rengeteg tárgy összegyűlt, és ebből 150-et kiválasztani gondolom nagyon nehéz feladat volt. Milyen szempontok alapján találták meg, hogy most melyik tárgyakat állítják itt ki? A kötet volt segítségünkre, az a Bőségszaru című kötet, amiben már a kollégák nagyon sokat gondolkodtak, hogy abba milyen tárgyak kerüljenek bele, és abból válogattuk ezeket a tárgyakat. Tehát tulajdonképpen volt egy kotta a kezünkben, és a kotta alapján sikerült ezeket a szép tárgyakat ide beválasztani. Nagyon különbözőek, tényleg itt ruhától kezdve, festményeken át szinte minden látható. Igazgató úr, neked melyik a kedvenced ezek közül? Hát mivel én történész vagyok, nekem elsősorban a történeti műtárgyak tetszenek. Nagyon egyedi, nagyon jellegzetes Szabolcs vármegyének a hóhérpallosa például, és nagyon kuriózum a nemesi felkeléseknek a zászlajai. Itt volt a Hadtörténeti Múzeum régi igazgatója, nem régen járt itt, éppen amikor készítettük a kiállítást. És meg volt döbbenve, hogy nálunk Szabolcs vármegyében három nemesi felkelési, gyönyörű szép 18. századi nemesi zászló itt található. A Hadtörténeti Múzeumnak nincsen ilyen gazdag gyűjteménye. De hát számtalan nagyon szép tárgy a kedvencem. Néprajzi tárgyak ugyanolyan gyönyörűek és egyediek, nagyon gazdagok a gabonatárolók a régészeti anyagban, és hát külön, mondjuk, hogy említsem még Kossuthnak a saját kezű levelét itt meg lehet találni. Ezen kívül Nyíregyházának a híres festőjének, Barzó Endrének a festményeit sorolhatnám még tovább. Kedves nézőink, a folytatásban sem megyünk messzire. A weekend következő állomása a Kálai gyűjtemény, ahol szeptember 12-én egy különleges koncertet láthatnak. A részletekről Dohanis Lászlóval és Madara Zoltánnal beszélgetünk. Sziasztok, jó estét! Sziasztok! Ugye Laci, te vagy a Kálai gyűjtemény megbízott vezetője, Zoli, te pedig a Tamboren Trió zenekari vezetője, úgyhogy két főnök kerülök itt, és nézek rátok kíváncsian. Egyáltalán hogy kerül a trió ide a Kálai gyűjteménybe? Hát tulajdonképpen ennek annyi előzménye van, hogy Zoltánék kopogtattak Nyíregyháza ajtaján, hiszen nyertek egy olyan pályázatot, amellyel két helyszínen koncertet adhattak, vagy adhatnak. Az egyik helyszín, hál' Istennek, mi lettünk. Amikor Zoltánnal felvettem a kapcsolatot, és őszinte leszek, utána is néztem az együttesnek, én azt mondtam, hogy ezt elengedni nem szabad, és abban a pillanatban már rá is bólintottunk, hogy igen, mi szeretnénk, és ez lesz szeptember 12-én 19 órakor a Tamboren Trió. Ütős együttes van, szó szerint ütős, mert hogyha megnézitek a anyagokat, ami fent van a neten, fantasztikus produkciókkal rukkoltak ki, és reméljük rukkolnak ki nálunk is. Tulajdonképpen innen indult a dolog, de hagyjam át az Zolinak a szót, hiszen ennek előzménye volt egy pályázati program. Hát gondolom, hogy ilyenkor a művészek ugye tényleg úgy várják a fellépési lehetőséget, mint talán még soha. Úgyhogy ez szervesen kapcsolódott a pályázat ehhez a vágyhoz? Vagy hogy jött ez az egész, hogy ti nem csak zenéltek, hanem a pályázatokat is figyeltek? Hát ugye most ebben a vírus helyzetben sok zenész így munkanélkül maradt, és akkor jött ez a lehetőség, hogy akkor a pályázatokon keresztül jussunk valamiféle anyagi bevételhez, meg ahhoz, hogy amiért szeretünk dolgozni nap mint nap, zenélni, azt tényleg csinálhassuk. És akkor gondoltuk a srácokkal, Csombival meg Levivel közösen, hogy akkor mi is egy pályázatot benyújtanánk, vagy igen, írnánk, és a Filharmonia Magyarország, a Köszönjük Magyarország címmel hirdetett pályázatot, és hát mi a győztesek között voltunk, és ennek keretében jutottunk el egyrészt ide Nyíregyházára, úgyhogy ez az egyik, meg a fő indoka annak, hogy
most itt lehetek. Hát szerintem igazi örömzenélés lesz, hiszen tényleg vágytok a közönségre, és hát végülis az életelemetek és a szenvedélyetek a zene. Milyen fajta produkcióra készüljön a nyíregyházi publikum? Mit fogtok játszani? Én azt mondhatom, hogy elég színes a paletta, ugyanis nagyon sokféle korszakból hozunk zenét. Mint ugye ezt a kamara virtuózokban is megmutattuk, próbáltuk az ütőhangszeres zenélésnek, világnak a nagyon-nagyon szélsőségeit is megmutatni. Úgyhogy van itt szó barokk zenétől kezdve, tradicionális zenéig, egy kicsit jazzes beütésű kortárs zenén keresztül a minimalista zenéig. Szóval változatos műsorról van szó, de mégis a komoly zenei alapot megőrizve építettük fel azt a műsor koncepciót. Ugye hát gyakorlatilag ti ennek a versenynek a győztesei voltatok, úgyhogy ehhez is szívből gratulálok. Köszönjük. Az épület meg gyakorlatilag még szűz, a falak még ilyen ütős koncertet nem hallottak, és szerintem a közönség is ki van éhezve valóban arra, hogy nem csak a szemmel gyönyörködtető látványban, hanem füled gyönyörködtető muzsikában is részesüljön. Laci, az, aki kíváncsi erre az estére, az annak mit kell tennie, illetve a folytatásban mire készül. Tulajdonképpen aki most belátogat hozzánk, már megváltja a belépőjegyet erre a koncertre, mert tulajdonképpen mi felfűztük erre a múzeumi estre, azzal, hogy valaki megtekinti a Kálai gyűjtemény, kap egy zenei programot erre az estére. Ugyanakkor meg is édesítjük ezt a programot, mert Nyíregyháza 6 civil szervezete délután 16 órától vendégül látja a Kálai gyűjtemény látogatókat, és különböző édeségekkel, süteményekkel fogja kínálni az odalátogatót. Úgyhogy tulajdonképpen a kiállítás megtekintésére a zenei programra úgymond feltettük a tortára habot ezzel az édességgel, úgyhogy azt mondom, hogy szívesen várunk mindenkit, egy nagyon jó kellemes estét szeretnénk, hál' Istennek a jegyek nagyon jól fogynak, úgyhogy egy ütős és egy nagyon kellemes estét szeretnénk produkálni itt a nagy közönségnek. Hát akkor finom lesz, ugye? Ez a garancia, köszönjük szépen! Mi is köszönjük szépen! Mi is köszönjük. Szombaton véget ért a Magyar Színházak 32. Kisvárdai Fesztiválja, ahol a szakmai zsűri döntése alapján a fődíjat a Szigligeti Színház Lila Ákác című darabja érdemelte ki. Kultúra összetartozása az még inkább aláhúzandó egy ilyen fesztivál alkalmával, és hát sajnos a vírushelyzet is teremtette egy olyan apropót, minek mentén aztán még többet kellett azért tenni, hogy Kisvárdán létrejöhessen ez a fesztivál, mert tudjuk, júniusban kerül általában megrendezésre a fesztivál, és ezt arrébb kellett tolni. Ez a szervezőknek a bölcsességét dicséri, akik gyorsan 48 órán belül úgy döntöttek, hogy arrébb helyezik 2 hónappal a fesztivál hetet, és így létre is jöhetett, és azt hiszem mind a néző számára, mind pedig a játszó színészek számára még ünnepibb volt ez a lehetőség, mert sokaknak sajnos a színpadot hiányolniuk kellett a néző részéről és a játszók részéről is. Hogyha nem volna ez a fesztivál, akkor vajon ismernénk-e az erdélyi, a vajdasági színészeket? Vajon volna időnk elmenni Nagyváradra megnézni egy előadást? Itt lehetőség van rá, hogy találkozzunk tényleg. Most már, hogy ugye összmagyar fesztivállá nőtte ki magát, nincs már ez a... Volt egy ilyen megjelölése részünkről, határon túli művészek részéről, hogy kicsit gettósítva van, hogy csak határon túli. Mi az, hogy csak határon túli? Magyar színészek vagyunk és kész. Kárpát-medencei színészek vagyunk és kész. És ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most már egy összmagyar fesztivál, ahol budapesti, akár soproni előadások megmutatkozhatnak. Nagyon-nagyon-nagyon örülök. És ugye természetesen azért ez a határon túli jellege, ez megmaradt. Tehát azért itt ha nevezzük határon túl, igen, erdélyi színházak, Kárpátalja, Vajdaság, Felvidék, találkozhatunk itt együtt. Nekem most volt először szerencsém itt lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt.
És mi az, ami igazán nagy élményt jelentett itt önnek a zsűri tagjaként dolgozni? Több dolog is van. Az egyik, amire mindenképpen szeretnék kitérni, az az, hogy csodálatos előadásokat láttam, és nagyon könnyű ilyenkor a helyzetünk, mert össze van gyűjtve a végül is a határon túli magyarság összes nagyszerű előadása egy seregszemlében, úgyhogy nekünk meg se kell tulajdonképpen mozdulni, egy helyben vagyunk, és az előadások cserélgetik egymást a szemünk előtt, és ez fantasztikus, hogy ilyen sűrűséggel máskor az ember 10 nap alatt nem lát ennyi nagyszerű előadást, úgyhogy ez mindenképpen nagyon jó volt. A másik pedig a zsűritársaimmal való közös elmélkedés és a szakmai beszélgetések az alkotókkal jelentett még nagyon nagy élmény, csodálatos volt. Életműdíjat adományoz a Komáromi Jókai Színház örökös tagjának, Boráros Imre színművésznek. Én mondhatnám, hogy az elejétől jelen voltam. Kassai Táliával vendégszerepeltünk annak idején, Beke Sándor rendezésében, az Eső csináló című produkcióval, nagy-nagy sikerrel. És hát ahogy mondották, volt annak idején, hogy ez azért jött létre, hogy a kollégák, a színész kollégák, ugye Kárpát-medencéből itt találkozzanak, és hát elcseverészni, világot váltani. És akkor valóban mondhatnám, hogy a színháznak egy pénze is volt arra, hogy mi a hét közepén játszottunk, és az egész hetet itt töltöttük, és fantasztikus kapcsolatok, baráti kapcsolatok alakultak ki. Nem akarok neveket sorolni, és utána többször voltam én. Volt még egy sikeres produkció, amiben volt szerencsém részt venni, a La Mancsa lovagjában, majd később Nem félünk a farkastól, és még egy pár produkcióban. És nekem ez sokat jelentett, és az én pályámon nem fogja elhinni, mondtak egy ilyen apróságot. Ma augusztus 29-e van, ugye, megtiszteltetés ez a díj. Augusztus 29-én, 55 évvel ezelőtt, 1965-ben mentem le a Komáromi Magyar Színházhoz. És hát ez a díj ennyi idő után, hát ez olyan, hogy mikor a telefonon értesítettek erről, hát nem találtam a szavakat. És hát csodálatos, és jó érzés. Jó érzés a díj magában, meg jó érzés itt lenni. Ismét költözött a Laborkafé, mindjárt az is kiderül, hogy hová. Előtte azonban a civil díjról beszélgetünk Fekete Évával. Szia, Évi! Szia. Még azt hiszem, hogy szeptember 14-én éjfélig lehet erre a díjra szavazni, és több kategória is van. Mesélj egészen pontosan, mivel tudunk segíteni nektek. A civil díj az a NIOK alapítványnak a díja, aminek az a cél, hogy minél szélesebb körben láttassa azokat a kezdeményezéseket, azokat a non-profit kezdeményezéseket, amik újszerűen közelítenek meg problémákat, társadalmi ügyeket, és azokra újszerű válaszokat próbálnak adni. És ahogy említetted, több kategóriában is díjaznak különböző non-profit kezdeményezéseket. A mi kezdeményezésünket mi a legnagyobb hatású helyi projekt kategóriába neveztük be. Egyszer már próbálkoztunk legjobb adománygyűjtés, vagy legnagyobb hatású adománygyűjtés kategóriában, de még a Labornak a legeslegelején, talán a második évben. Akkor nem sikerült bekerülnünk a döntősök közé, most mint legnagyobb hatású helyi projekt, így 5 év után már sikerült bekerülnünk, mert úgy gondolom, hogy elég tartalmas repertoárral bizonyítjuk, hogy ez valóban egy nagy hatású helyi projekt, és ennek az egyébként szakmai díjnak van egy közönségdíjazási része, és ebben tud a helyi közösség segíteni nekünk, hogy a labort a
ennek a civil díjnak a honlapján kikeresi a Tabula Plaza alapítványt, a Labor Café projektnek az ötletgazdáját, és egy kattintással megtámogat minket, és akkor talán, hogyha a szakmai díjban csak a döntőig jutunk el, ne adj Isten is, nem kapunk díjat, akkor még mindig van lehetőségünk arra, hogy egy közönségdíjjal térjünk haza. Lehet követni egyébként, hogy hol tart ez a szavazás? Tudomásom szerint nem látszik, úgyhogy nem szabad hátradőlni, hanem a kattintós ujjakat elő kell venni, és akkor azzal támogatni vagy minket. Vagy akár lehet többször is kattintani. Én is úgy tudom, hogy többször is lehet, 24 óra elteltével újra lehet szavazni egy IP címről. Igen, érdekesek azért ezek a közönségdíjak, mert tulajdonképpen aki nagyon sok ember tud toborozni és megszólítani, de hát gyakorlatilag erről is szól, ugye például a labor, hogy egyre több ember tudjon róla, akkor akár hozzá lehet egy győzelemhez segíteni. Nos, akkor még egy picit arról is beszéljünk, hogy megint költöztetek, és most úgy tűnik, hogy minden eddigitől csodálatosabb helyre. Igen, mi is úgy érezzük, hogy ez most nagyon különleges lett, bár ugyanazokat a tárgyakat hurcoljuk egyik helyről a másikra évente, nem tudom, nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy azért nem gyakran, de azért ha muszáj, akkor költöznünk kell, és mindig ugyanazzal a felszereléssel megyünk, ami a helyi közösségnek az adományaiból származó tárgyakból áll össze, de most került először olyan helyre, ahol tényleg élni tudnak ezek a tárgyak, és olyasmik, amik eddig raktárban voltak kényszerítve, azok a tárgyak is most kikerültek onnan. Úgyhogy én mindig szoktam mondani, hogy én minden tárgyhoz kapcsolok egy embert, mert mindegyik tárgyról tudom, hogy kitől kaptuk. Úgyhogy én most ott látom egybe az egész 5 év repertoárját, az összes támogató arcot. Most már a Benczúr téren vagyunk. A másik helyet is nagyon-nagyon szerettük, és nagyon-nagyon kedvesek voltak azok a főbérlők, akikkel ott sikerült megismerkednünk, de sajnos nekünk ez a hely kicsike volt, úgyhogy ezért különösen, hogyha a járványügyi helyzet miatt be kell tartanunk az előírt 1,5 métert, akkor itt több helyünk lesz erre, és nem kényszerülünk bezárni akkor sem, hogyha esetleg rosszabbodna a helyzet, de reméljük, hogy nem fog. Igen, meg azt gondolom, hogy egy jó szervezéssel meg lehet oldani, hogy ne ugyanabban az időpontban jelenjenek meg azok, akik akár önkéntesként, akár valamilyen programon szeretnének jelen lenni. Még egy picit azért beszéljünk erről a bizonyos díjról, ugye 27 jelölt van, köztük ti is. Mégis miért fontos az, hogy esetleg legyen egy szakmai elismerés, egy újabb szakmai elismerés? Azt gondolom, hogy azért egyrészt a marketing értékéről nem kell beszélni egy ilyen díjnak, hiszen ezt mindenki tudhatja, hogy ez az extra láthatóság túlmutat azon a körön, amit mi el tudunk érni egy helyi kezdeményezéssel, és lehetőséget ad arra, hogy szakmai közegben is mint egy jó példát bemutatkozhassunk ezzel a kezdeményezéssel. Nekem személy szerint is fontos, hiszen én tényleg ezt most már úgy tekintem, mint egy tudományos kutatást is tulajdonképpen. Ezt a kísérletet, tehát ez nekem személyesen is fontos, hogy egy visszajelzést kapjak arról, hogy amit 5 éve elképzeltünk, az nem csak egy idea, hanem ennél több és egy gyakorlatban megvalósítható projekt. És hát ami nagyon-nagyon fontos számomra az, hogy az a közösség, aki az első hívószóra az adományaival évről évre, napról napra is segít minket akár, az kapjon egy visszajelzést arról, hogy nem csak mi vagyunk nekik hálásak, hanem ez az összefogás valóban példaértékű. Igen, hiszen ez mindenki díja lesz így tulajdonképpen. Így van. Hát köszönjük szépen, én akkor szeptember 14-ig még köszönöm kattintunk. Szépen, igen. Kedves nézőink, látogassák meg a Labor Cafét az új otthonában, nézzék meg a saját szemükkel, hogy milyen lett. Jövő héten pedig tartsanak velünk ugyanebben az időpontban, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!